Úgy néznek ki, és úgy is zenélnek, mint egy igazi rockzenekar, de nem az. Az énekes, a gitárosok, a dobos és a billentyűs is hivatását tekintve pap. A győrfis diákok ünnepi emelkedettségét segítendő érkeztek Karcagra. Minden nagy ünnep előtt általában szoktunk lelki napot tartani, hogy úgy amblok az egész iskolának, kicsit úgy érezzék, hogy azért katolikus intézményben vagyunk, ugye nálunk ez fontos azért az ünnep, és egy karácsony, húsvét, ez a két legnagyobb ünnepünk, hogyha tetszik az ünnep napok sorában. Ugye most karácsony előtt, ugye az első alkalom, amikor most itt találkozunk, és hát az egész nap délelőttöt erre szánjuk, hogy gyerekeket segítsük ebben a felkészülésben. Szentmisével kezdtünk reggel 8 órakor a Szent István templomba, és utána most idejöttünk ide a Térnyi központba, ahol egy ilyen hát koncert, egybekötött lelki napot tartanak a pap barátaim, akik a több különböző részről jöttek, Miskolctól, egészen Sátorújhely és a Egerből, úgyhogy 5 pap kollega, akik zenészek. Bár a lelki napnak komoly hagyománya van a város katolikus oktatási intézményében, a mostani egyáltalán nem volt hagyományos. Van 2 gitáros, egy billentyűs és egy dobos, és egy énekes, aki szintén fog majd beszélni is, tehát lelki dolgokat is fog mondani közben, és nyilván a zenével megerősítik. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nem egy hagyományos lelki nap, ez egy kicsit különleges ennél, hogy a ilyen zenés bejátás, nem olyan sűrűn fordul ez, de azt mondom, hogy ez ők már régóta csinálják egyébként, de még nem voltak Karcagon, és így az én meghívásom jöttek, és örülök, hogy megosztják velünk ezt a különleges, sajátos lelki gyakorlatot. A keresztény beatet játszó papzenekar koncertje minden szempontból különleges, hiszen ilyen még nem történt Karcagon.